A predestináció, vagy ahogy helytelenül fordítják, az eleve elrendelés eszméje, hitünk nagy próbaköve. Az a gondolat, hogy Isten az embert eleve, vagyis akaratától meg mindentől függetlenül elrendelte valamire, üdvösségre vagy kárhozatra, és ebben az ember szabad döntésének nincs szerepe, hogy Isten kiosztotta a szerepeket, melyeket az egyes egyének, mint bábuk, eljátszanak a történelem színpadán, hogy az ember nem több, mint mozaik darabka egy előre megírt forgatókönyvben, vagy hogy úgy mond, nincs mit tenni, így volt megírva a sors könyvében. Na szóval, ez a gondolat, ez hamis, elfogadhatatlan és botrányos. Éppen ezért bár a predestináció témája az egyházban kerülendőnek számít, nem beszélünk róla, most mégis azt javaslom, hogy igenis álljunk szóba vele, nézzünk szembe két gondolattal. Azzal, hogy Isteni predestináció valóban létezik, és azzal, hogy a predestinációval kapcsolatos félelmek azok alaptalanok. Ellenkezőleg. Ez a tanítás az örömhírhez tartozik. Remélem ez a végére világos lesz. A latin predestináció szóban a pre nem azt jelenti, hogy eleve, hanem egyszerűen annyit, hogy előre. Isten előre eltervezte, hogy az egyes embernek milyen életutat és célt szán. Ez gyökeresen más, mint azt, hogy az, hogy eleve az ember szabadságát figyelmen kívül hagyva tett volna így. Nem. Mikor történt ez az előre eltervezés? Mikor? Pál az Efezusiakhoz írott levél első fejezet 4-es, 5-ös versében ezt írja a hívőkről. Isten ő benne, Krisztusban választott ki bennünket a világ teremtése előtt Bizony, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte. Szeretetből előre arra rendelt. Nem eleve. Előre arra rendelt minket, hogy Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint fogadott gyermekeivé legyünk. Így, Pál. Tehát azt kell tudomásul venni elsőként, hogy Isten a világ teremtése előtt előre eltervezte, az egyes majdani emberek kívánatos életútját. És ez röviden a következő, első Timóteus levél, második fejezet négyes versben van. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és azaz az igazság ismeretére jusson. Na, hát ez világos. Na de. Isten akarata az nem ugyanaz, mint Isten előre tudása. Isten előre tudja, hogy bármit is akar ő, bizony lesznek sokan, akik őt nem szeretik, meg nem választják, és nem engedelmeskednek neki az életükben, és ezért nem üdvözíthetők, mert alkalmatlanok az örök életre, Isten társaságára. Ha emeljek ki a nagy teológusok predestinációval kapcsolatos vélekedései közül két jellegzeteset röviden. Ágoston szerint következőről van szó. Az áteredő bűn után az egész emberiség megromlott. Egyetlen kárhozatos tömegé massza perdítává lett. És Isten ebből a homogén, egyneműen bűnös masszából emelt ki önhatalmulag némelyeket, akiket mégis üdvösségre rendelt, és akkor ez mutatja irgalmát. A többiek kárhozatra jutnak, ez pedig Isten igazságosságát mutatná meg, hiszen uh, igazság szerint önmagában véve a bűn után mindenki kárhozatot érdemelne, és ezért, éppen ezért uh, Véli Ágoston Isten nem igazságtalan, amikor egyszerűen és minden magyarázat nélkül egyeseket kiválaszt az üdvre, és másokat meg nem. A másik a nagy reformátor Calvin, aki egy magasztos gondolatból indul ki, Isten mindenható voltából. Ez szerint, ha Isten mindenható, akkor akarata ellenére senki nem kárhozhat el. Tehát aki elkárhozik, annál ezt Isten akarta. Így született meg a kettős predestináció mely logikusan következik mindebből, tehát vannak, akiket Isten eleve üdvösségre rendel, és vannak, akiket meg eleve kárhozatra rendel. Hát ez borzasztó. Igen. És ma már a református emberek közül is csak elvétve képviselnek, ha egyáltalán ilyen álláspontot. És maga Calvin is elismeri, hogy idézem, borzalmas döntés ez. És egyébként lelkipásztori munkájában szerencsére nem ezt a gondolatot érvényesítette, hanem mindenkit hitre, megtérésre buzdított. Az első lépést tehát elfogadni, mint fix bizonyos kinyilatkoztatás, hogy létezik predestináció, Isten előre elrendeli az emberek sorsát. Van azonban egy másik kinyilatkoztatás, látszólag ellentétes Emezzel, de csak látszólag. A második korintusi levélben, a harmadik fejezet 17-es versében olvasom. Isten lélek, és ahol a lélek, ott a szabadság. Tehát ahol a Szentlélek lélek cselekszik, ott szabadság van. De kérdem én, hogyan lehet a szabadságot összeegyeztetni a predestinációval? magyarán ellenállhat-e az ember Isten akaratának? Ellenállhat-e? A válasz bizony, igen, ellenállhat. De mennyire? És sokszor ellen is áll. Jézus például így kiállt fel a Máté Evangélium 23. fejezet, 37-es versével. Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, ahogy a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti, nem akartátok. Ez a kulcs. Nem akartátok. A Bibliában sok példát látunk arra, hogy Isten megtérésre a maga oltalma alá hív valakit, és ő pedig nem akarja. Nem akarja, ezért aztán nem is teszi. Ez a helyzet. Tehát hogyan áll meg az isteni előrerendelés és az emberi szabadság együtt? Hogyan? A választ a predestináció tanításának az alapszövege adja meg Római Levél 8. fejezet 28-tól 30-as 30 versig. Idézem. Tudjuk, hogy az Isten szeretők számára minden együtt munkálkodik a jóra. Azoknak, akik az ő végzése értelmében meghívást kaptak. Mert akiket Isten előre ismert, azokat előre el is rendelte arra, hogy hasonlók legyenek fia képmásához, és így ő elsőszülött legyen a sok testvér között. Akiket pedig előre elrendelt, azokat meg is hívta, és akiket meghívott, azokat megigazultak k igazá, tette, akiket pedig megigazultá tett, azokat meg is dicsőítette. Hát így Pál. Tehát ez egy logikai sor öt lépésben, és ami a legfontosabb benne, hogy ugye Isten előre elrendeli az embert valamilyen sorsra, na de előtte ott van ám még valami, a rendelést megelőzi valami, Isten előre ismerése. Isten előre ismeri születése előtt, sőt a világ teremtése előtt ismeri az egyes embert, mindenkit belül, egyenként, mindenkit. Ez tehát olyan misztérium, ez, ez olyan misztérium amelyet teljesen megérteni soha nem fogunk, de gondoljunk csak ö, emberi példákra. Vannak olyan titokzatos képességgel bíró emberek, a fejszámolók, akik 10 meg 15 jegyű számokat képesek összeszorozni percek alatt. Hogyan? Hát nem tudjuk. Nem tudjuk. De most emeljük ezt a titokzatos emberi képességet a végtelen hatványra, és akkor megsejtítünk valamit Isten előre ismerésének a hatásfokáról. Példák. A második törvénykönyv 31. fejezet 19-estől kezdődő szakaszában Isten előre, a honfoglalás előtt elmondja a választott népnek majdani történetük lényegét. Előre tudja, hogy a nép, ha majd bemegy az ígéret földjére, hűtlen lesz, engedetlen lesz, s főleg, amikor jól megy dolga, akkor lesz engedetlen. Igen, így beszél Isten. Ti engedetlenek lesztek, de én tudom a ti gondolataitokat előre. Vagy ezékielnél, a profétánál. A 11. fejezet 5. versben azt mondja Isten a népnek, most így beszéltek, szépen szóltok, de én tudom, ami a lelketekben készül, vagyis amit majd fogtok gondolni. Nos, a lényeg az, mondja Pál, hogy Isten nem önkényesen választ ki előre senkit, ilyen vagy olyan sorsra, <kül> hanem az szerint, hogy mindenkit előre ismer. Mit ismer róluk előre, mit tud? Azt, hogy kik azok, akik őt szeretni fogják, mondja Pál. A római levél 8. fejezetében a predestinációnak ez az alapszövege, itt az előre rendelés csak azokra vonatkozik, akik Istent szeretik. Susz, senki másra. Nem ő határozta meg, vagy rendelte azt, hogy szeressék. De előre tudta, ki hogyan fog viszonyulni hozzá, és e szerint rendelkezett. Hallottam erre egy kifejező példát. Akik hosszú ideje gondoznak alkoholbetegeket, azt mondják, ők előre látják, előre észreveszik, amikor egy-egy beteg úgymond inni készül. Előre látják, hogy az illető el fog esni. És amikor ezt észreveszik, előre gondoskodnak a teendőkről, hogy majd ki fogja akkor felhívni, ki fogja meglátogatni az illetőt, mit csinálnak hogyan, és így tovább. Nem tesznek semmit azért, hogy ez a bukás bekövetkezzék, viszont előre tudják, hogy be fog következni. No, hát ilyesmiről van szó Istennél is. Isten tehát előre tudja mindenkiről, hogy végül is az életében őt választja-e, vagy nem. Vajon akkor önző lenne Isten? Amiért a maga szeretetét kívánja, és azt teszi meg szempontnak? Hát távol legyen. Nem. Mert amikor az ember Isten szereti, voltaképpen az igazságot szereti, és keresi. Valami jobbra vágyik az életében, mint amiben most van, és annyira vágyik az igazságra, hogy képes még saját hamisságával is szembenézni, és szembefordulni, és még önmaga ellenében is az igazságot választani. Tehát róluk az igazságot Istent szeretőkről rendelkezik így. Az Isten szeretők számára minden együtt munkálkodik a jóra. Ez egy gyönyörű mondat. Nem azt a közhelyet mondja az apostol, hogy minden a javukra válik, nem, hanem, hogy minden együtt munkálkodik a jóra. Görögül szün ergej. Szün azt jelenti valvel. Az ergej, ergon pedig a munka szava. Minden együtt munkálkodik. Az Isten szeretők életében a, a, a jóra. Nem csak a pozitívumok, hanem az életükben felbukkanó szenvedések, nehézségek, bajok is, azok is. Tehát Isten olyan finom hangolást végez az életünkben, olyan módon szövi össze annak minden jó és rossz szálát, eseményét, hogy mindez együtt adja ki. A mintát, az ember erkölcsi jellemét, hogy végül alkalmas legyen az Isten országára. Hát figyeljék meg, kedves hallgatóim, nem azt mondom soha, hogy méltó mennem. Alkalmas. ha tud benne élni. No, minden együtt munkálkodik a jóra, vagyis arra, hogy hasonlók legyenek Isten fia képmásához. Mármint erkölcsi jellemükben az igazság és a szeretet kettős törvényével kell összhangba kerülniük, mert csak így lehetnek alkalmasak, a mennyei örök életre alkalmasak. Ennek az előre tervezésnek egy-egy mozzanatáról külön is olvasunk, például az Efezusi Levél második fejezet tízes versében ezt olvasom. Isten Jézus Krisztusban jó tettekre teremtett minket, ezeket előre elrendelte, hogy majd bennük járjunk. Ez gyönyörű. Tehát Isten még azt is tudja mindenkiről előre, hogy kiki ki, mikor és milyen cselekedetre áll készen. És mindig épp azt a feladatot rendeli neki, meg adja elő elébe, ami épp akkor és ott megfelel az illető szintjének, mondjuk a morális szintjének, amivel szolgálhatja őt, közös a közösséget, meg a saját üdvét. Erről szól tehát a római levél 8. fejezetében a predestinációnak az alapszövege, az Isten szeretők előre elrendeléséről, a meg dicsi ülésre meg az üdvözülésre rendeléséről. Tehát ez az előre rendelés tárgya, és nem más. Nem más, nem. A predestináció értelme, figyelem, emberi szempontból először is az, hogy örömhír. Egy garancia, kérem szépen. Isten garantálja, hogy azt az embert, aki, aki őt tényleg szereti, és őt választja, még ha leletéri olykor a jó útról, még ha sokszor engedetlen is Istennek, akár súlyosan is vét bárhányszor. Isten őt ö, minden áron őt és minden körülmények közt el fogja vezetni az üdvösség beteljesedésére, bármennyiszer kell is újra kezdeni érte a küzdködést. Isten az előre elrendelésben garantálja ezt. Hát nem gyönyörű, hát nem az üdvösség része, de... Ismétlem, első Timóteus levél, második fejezet négyes. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvöző jön. Jó. Istennek csak üdv akarata van. Negatív predestináció, olyan, hogy Isten bárkinek a kárhozatát akarná rendelni előre, na olyan nincsen. Nincs, felejtsük el, nincs ilyen. De, de. Az is világos, hogy Isten üdv akarata az nem fog beteljesedni mindenkinek az esetében. Sajnos. Mert ennek föltétele, hogy maga az ember is akarja, akarja Istent, az igazságot, az üdvösséget. Ezt annyira szépen fogalmazza az első Péter levél, első fejezet, ötös vers. Isten hatalma megőriz titeket az üdvösségre. De hogyan? A hitáltal. által így Péter, de csak ha ti is mellette döntötök tehát a hitáta, mert Isten számára az emberrel kapcsolatban a legelső szabály, törvény, kötelező, az emberi szabad akarat feltétlen tisztelete. Akár tetszik neki egy ember döntése, akár nem, mindenképp tiszteletben tartja, és nem kényszerít senkit soha és semmire, még önmagára se. Na hát, és akkor ugye mi van azokkal, akik végül is nem választják Istent? Hogyan fest a predestináció másik oldala? Isten az őt nem szeretőket is előre ismeri. Tudja, hogy bármennyire szólongatja őket, soha az életben nem fognak mellette dönteni, hanem mindig csak ellene. És mégis ösztönzi őket, nekik is ad alkalmakat sokszor. Hogy találkozzanak vele. De hát miért, kérem szépen, hogyha úgy is tudja, hogy hiába. Hát mi történik? Isten megérint valakit, mire ő visszautasítja. Hevesen. És minél többször ismétlődik ez, annál inkább és inkább megkeményedik az illetőnek a szíve. Ahogy ezt látjuk a kivonulás fáraója esetében. <kül> és egyszer csak, véglegessé válik, hogy ő nem akarja Istent soha. Ki kristályosodik, véglegesül a jelleme ebből a szempontból. Mert Isten azt akarja, hogy a végső ítéletkor ne legyen többé kérdés, meg vita, hogy kinek miért lesz az a sorsa, ami. Üdvösség, kárhozat. Aki elutasította Istent, az mindegy től egyik be fogja látni, hogy nem Isten ítéli kárhozatra, hanem ő az, aki valóban nem képes Isten közösségében élni az örök életben. Hát nem bír, nem tud. Én nem alkalmas rá. És ezt belátja. Ha valaki még oly sok ösztönzés ellenére sem fogadja el Isten vezetését, hát akkor Isten nem tud vele mit csinálni. A szabad akarat, föltétlen tisztelete miatt, nem tud vele. Kénytelen megengedni neki, hogy rohanjon a kárhozatba, de elrendelni. Nem ő rendeli előre erre a kárhozatra, nem, nem de hogy távol legyen. Na szóval, a predestináció második értelme tehát az, hogy az ítéletre tiszta helyzet alakul ki az egyes emberek feltámadás utáni Sorsával kapcsolatban. Az ítéletkor már. Nem lesz több kérdés. Az előre rendelés harmadik funkciójának megértéséhez olvassuk el Jeremiás próféta példabeszédét a fazekasról a könyvének 18. fejezetében. A fazekas gyönyörű vázát akar készíteni, erre rendeli előre, erre szánja, az adott agyag De az agyag, szó szerint így mondja a Biblia, elromlik a kezében. Szóval nem a fazekas rontja el, hanem miközben gyúrja, formálja, érzi, hogy sose lesz olyan állagú, hogy szép, vékony falu vázát készíthetne belőle. Erre mit csinál a fazekas? Nem veti szemétre az agyagot, hanem csinál belőle valami mást, alsóbrendű edényt, nem is tudom csirkeitatót, hamutartót, ilyesmit. Szóval még mindig felhasználható valamire, de nem arra a magasztos célra, amire a fazekas eredetileg szánta. Na szóval, így bánik az isteni fazekas is az őt elutasító emberrel. Nem veti szemétre, de hogy veti, nem veti a kárhozatra azonnal, hanem felhasználja őt és bűnös tetteit az igaz, aki a vára így valósul meg, amit felolvastam, hogy ezek számára minden együtt munkálkodik a jóra. Igen. És ez a predestináció harmadik rendeltetése, és egyben az isteni bölcsesség valami elképesztő csodája, amit a 33. Zsoltár 10. verse úgy fogalmaz meg, hogy Isten elforgatja a népek tanácsát a bűnös emberek tanácsát. Elforgatja, hagyja, hogy tegyék a gazságaikat, de beépíti azokat a maga üdv tervére, az üdvözülendők lendők javára. Isten nem erőltet senkit, abszolút mértékben, tiszteletben tartja az ember szabad választását, és közben valami csodálatos módon, végül, hangsúlyozom végül, végül, mégis az ő terve és jó akarata valósul meg! Licsértessék, ha Jézus Krisztus!